Pásztor István a VMS elnöke, valamint a VMS önkormányzati, tartományi és köztársasági jelöltjei és tisztségviselői kampánykörútjuk során Topolyán a városban először a topolyai Bambi iskoláskor előtti intézményhez tartozó Zentai úti Nyuszika óvodában jártak, ahol a közelmúltban megtörtént a nyílászárók cseréje. Fényszárosi Fekete Tímea, az intézmény igazgatónője elmondta, hogy a beruházás értéke 2,4 millió dinár. Hajnal Jenő, az MNT elnöke is megtekintette a felújított óvoda épületet.
A 2016-os önkormányzati választásokat követően megalakult a VMS-es többségű községi vezetés és fontos célkitűzései közé sorolta Topolya város központjának rendezését. Az egykori Vénusz rekreációs központ helyén jó ütemben zajlik a fedett fürdőkomplexum építése, a közvetlen közelében pedig épül a TSC stadionja. Ez utóbbi helyszínen Zsemberi János, a TSC elnöke kalauzolta a vendégeket. Az építkezés már olyan fázisban van, hogy látszik, igazi éke lesz a városközpontban, és egyben a funkcionalitásához sem férhet majd kétség. Fremond Árpád parlamenti képviselő, a VMS községi szervezetének az elnöke elmondta, beváltották a 2016-ban tett ígéreteket. Arra biztatta a választópolgárokat, hogy június 21-én éljenek választójogukkal és karikázzák be minden listán a 4-es sorszámot. Tomik Nimród, a VMS topolyai lista vezetője elmondta, hogy az egyetlen magyar lista a VMS helyi listája, és hangsúlyozta, hogy nagyon fontos lenne a folytonosság a megkezdett projektek befejezéséhez és a további tervek megvalósítása végett is. Pásztor István szerint, ha rangsorolni kellene Szerbia 186 községét, hogy melyikben tettek az elmúlt években a legtöbbet egy élhetőbb környezet kialakításáért, Topolya biztosan ott lenne az első három között. A városban számos fejlesztés, építkezés zajlik most is, de a falvakban is a tenni akarás tapasztalható, a vezetőség pedig megtalálta a módját, hogyan lehet kiegyensúlyozottan fejleszteni, és további kreatív ötletekből sincs hiány.